Szállj költemény, szólj költemény, mindenkihez külön-külön, hogy élünk ám, és van remény. Van idő, csípjük csak fülön. Köszöntöm a kedves érdeklődő közönséget. A Budapesti Versklub arckép csarnokát látják. Különféle vers hangok jelennek meg, nevezetesen a verset interpretáló, nagyszerű előadó művészek mutatkoznak be ebben a sorozatban. A vers hangok sorozatban most egy olyan kedves vers hangot szólaltatunk meg, aki tulajdonképpen most próbálgatja a hangját, hiszen a Budapesti Versklub egy sajátos szerveződés, amelyben egyrészt nagyszerű és rutinos, kipróbált előadók vesznek részt, és vannak olyanok, akik érdeklődnek a versek iránt, és egyszer csak arra gondoltak, hogy hát a szép verset nem csak olvasni jó, nem csak hallgatni, hanem hát esetleg megszólaltatni. No, mai kedves vershangunk Zsóka, aki így döntött, és egyszerre csak elkezdte látogatni a Budapesti Versklub foglalkozásait. Hogy találtál erre a kis csapatra rá? Tulajdonképpen nyugdíjba vonulásom után kezdtem el gondolkodni azon, hogy mivel fogom tudni kitölteni a szabadidőmet, mert 40 év szolgálat után az egészségügyben úgy éreztem, hogy eljött annak az ideje, hogy végre azokkal a tevékenységekkel foglalkozhassam, amit régóta szerettem volna már. És hát segítségemre volt az internet, nem volt kapcsolatom versmondókkal. Tehát az interneten próbáltam keresni elsősorban nyugdíjasoknak való versmondókört, és nem találtam. Egyszer csak rátaláltam a Budapesti Versmondóklubra, és felhívtam a vezetőt, elmondtam őszintén, hogy soha nem volt kapcsolatom a versmondással. Még középiskolás fokon sem vagyok. Egészségügyi szakközépiskolában tanultam, tehát nincs egy nagyon komoly humán műveltségem vagy érdeklődésem. Elsősorban a szakmám érdekelt, amit 40 éven keresztül nagy szeretettel végeztem. És így van, ahogy elhangzott, hogy elsősorban hallgatni szerettem a verseket. Az, hogy verset mondani, az nem ötlött fel bennem éveken keresztül, csak most nyugdíjba vonulás alkalmával. Hallgatni, nagy szeretettel hallgattam Latinovics előadásában a verseket. Nagyon szeretem Nagy László költészetét, és Berek Kati előadásában nagyon-nagyon sokat hallgattam Nagy László verseket. Ez nagyon megfogott engem mai napig is. Talán Nagy László az, aki a legközelebb áll a szívemhez költészetét illetően. Azon kívül olyan szerencsés voltam, hogy ajándékba kaptam József Attila összes versét, amit a Magyar Rádió készített kazettában. Hát ezt is nagyon sokat hallgattam. És tulajdonképpen ennyi az előzmény. Tehát saját magam soha iskolában nem mondtam verset, és hát kicsit félve jöttem el a versklubba, de nem bántam meg, mert nagyon jól érzem magam, és nagyon segítőkész mindenki, és nagyon tapintatosak. Tehát olyan tapintatosan tudják közölni a hibákat, hogy egyáltalán nem sértő és bántó, és ez inspirál arra, hogy próbáljak a továbbiakban is a versmondással kapcsolatban maradni. Megtennéd, hogy egy ilyen próbálkozást megosztasz most a nézőkkel? Talán a Nagy Lászlót javaslom. Igen, természetesen nagy szeretettel mondom el Nagy László versét.
Lagy Lászlótól a kedvencem a Rege a tűzről és jácintról, ami egy hosszabb lélegzetű vers, ezért most inkább egy rövidebb verset választottam. Nagy László, elhult bolondok nyomán, dehogy merevít megdelelés, még romlatlan madáromájom, gyöngy még bennem az elrendelés, hogy a bolondok útját járjam. Amíg a vérem kereke jár, a szél, amíg számat csiszolja, lesz a veszett ügynek bolondja. Békákkal tűzdelt kalap alatt, lesz a májusért fölkelt beszéd, ha napozik a bírói szék, s négy lába, 400-100-szor szépen, s a hollók, a babarózsák szemét kiszedik szólva, hogy jó madár, egy se marad, étlen, settétlen. Ha tüntetve, hogy éljen a rák, harsog a köppeny hat fehéren, fölzokog a vers feketében, s kidadogja, ki van veszélyben. Ha naparanyból annyi karát vészel a fények veszőhelyén, ha nyög a remény, ha a zászló a veszejtők lábain kapca, s vonszolódik titkon a sárig, s a tulipánfák tornyát legázló, rühes apokalipszis kanca, rablónak, ha szivárvány sárlik, lesz a veszett ügynek bolondja. Világra a gondot kibontja. Lesz idő, ami sose felejt. Mert kéz is lesz rá, hogy írjon röhelyt, s kint az országos panaszkönyvbe. Száll csuklómra, csillagok örve. Kiszakadt a fohász az árva. Hogy egy bolond százat csinálna, a száz pedig milliómot. Mielőtt a versekkel tovább megyünk, hiszen nagyon szép versek vannak még a tarsolyodban, egy hobbidról azért ejtsünk szót, ami hát őszintén szóval a közösség számára is remek, hiszen megtanultál cukrászkodni közbe, amíg hát elkezdtél ugye versekkel foglalkozni. Ez hogyan is volt? Hát a cukrászatnak nagyobb hagyománya van már az életemben, mint a versmondásnak, ezt édesanyámtól tanultam, aki nem volt hivatásos cukrász, hanem háziasszonyként, három gyerekes édesanyaként sütögetett minden héten tulajdonképpen. Nálunk hagyománya volt a családi összejöveteleknél a sütemények kötelező, úgymond kötelező kellék volt. Tehát már gyerekkoromban megszerettem a cukrászatot. Időm nem volt rá, hogy komolyabban foglalkozzam vele, ezért párhuzamosan a versklubba való becsatlakozással elkezdtem egy cukrásztanfolyamot, és az alapokig jártam az iskolába, hogy tudjam, hogy tulajdonképpen amit készítek, mi miért van, mi az, amikor sikerül, mi az, amiért nem sikerül, mert ez nagyon hiányzott még a kiteljesedéshez. Hát ebben nagyon jól járt a Budapesti Versklub, hiszen időről időre nagyszerű sütikkel kínálsz bennünket, és hát nagyszerű pillanatokat szerzel ezekkel a finom édességekkel. Itt most egy rövid kis bemutató következik, azután megint szép verset fogunk hallani. Köszönöm szépen! De hát persze azért említettél szeretett költőket, ugye itt van egy szép Adi is, amit érdeklődve tanultál meg, és azután meg is osztottad. Amikor a foglalkozáson esetleg valaki
hogy mondjam, csak hát bíráló, vagy javaslatot tesz arra, hogy hogy szólaljon meg még szebben, még jobban, még hitelesebben a te ajkaidról a szöveg, akkor hogyan viszonyulsz? Említetted, hogy hát nagyon tapintatos itt mindenki. Na de hát a tapintatból nem biztos, hogy épülhet a vers. Mit tapasztaltál, hogy mik azok az instrukciók, amiket megfontolva te is érzed, hogy egyre jobb a versmondásod, egyre szugesztívebb, egyre, ha tetszik, közeledik egyfajta, hát hivatalos, ha tetszik, profi előadásmódhoz. Hát nem célom a profi előadásmód, tehát én inkább szeretnék megmaradni a vers hallgató státuszba. Azt kell, hogy mondjam, hogy minden instrukció, minden segítség, amit hallgatok a versklub keretében, akár nekem szól, akár a versmondó társaimnak szól, az nekem minden új. És mindenből csak tanulni tudok. Nagyon érdekes az, hogy ahogy beszélgetünk, hogy hát te is fájladod ezt a furcsa mai hát érték vákumot, vagy azt, hogy hát a valós kultúra helyett a hülyeség kezd dominálni, akár a médiumokba, akár újságokba, akár ostoba lapokba. Hogy te magad, ugyan említetted, hogy a szakmád ugye az egészségügyből fakad, vagy hát ott működtél, de hát mégiscsak valahol úgy nézném, hogy fáj neked az, hogy a világ így hűl. Hát igen, valóban ez így van, de gondolom ezzel nem én vagyok egyedül, akinek ez fáj. Az ember a saját szűk környezetében próbál ez ellen tenni, és én is így vagyok ezzel, hogy akit lehet, azt próbálok a helyesebb útra terelgetni. És akkor úgy érzed, hogyha mondjuk most megszólaltatod a szép Adit, akkor gyakorlatilag egy picit tettél az ügyben, hogy az értékek ne vesszenek el, hogy őrizzük valóban az értékeket. Igen, valóban így érzem. Tehát, hogy a költők által megírt versek tolmácsolása az segíti az embert abban, hogy a szebbet és a jót lássa, és azt próbálja cselekedni is. Hát akkor én kívánok sok örömöt ezen az úton, és akkor most ezt a szép Adit hallgassuk meg. Köszönöm szépen. Adi Endre, intés az őrzőkhöz. Őrzők, vigyázzatok a strázsán, csillagszórók az éjszakák, Szent János bogarak a kertben, emlékek elmúlt nyarakon, Florenc nyaráns összekeverten. Búcsúztató őszi lídónak emlékei a hajnali párás díszkótos tánci termen. Történt szépek, éltek és voltak, kik meg nem hallhatnak soha. Őrzött elevenek és holtak. Szívek távoli mosolya reátok néz most, aggódva, árván. Őrzők, vigyázzatok a strázsán! Őrzők, vigyázzatok a strázsán! Az élet él és élni akar. Nem azért adott annyi szépet, hogy átvádoljanak most rajta véres, ostoba feneségek. Oly szomorú embernek lenni, s szörnyűek az állathőségék, s a csillagszóró éjszakák ma sem engedik felettetni az ember szép vesződ hitét. S akik még vagytok, őrzőm, árván, őrzők, vigyázzatok a strázsán.